a Baktaló Rendházi Degenfeld Kastély Múzeum. 1871-ben ebben az épületben született Nagy Károlyi gróf Károlyi Gyula, az ország két világháború közötti miniszterelnöke. Emlékét mostantól tábla is őrzi az épület falán, amelyet katonai tiszteletadás mellett koszorúzással egybekötve péntek délután avattak fel. Mint a város polgármestere az ünnepségen fogalmazott, ezzel régi adósságát törleszti a település legnevesebb szülöttje felé, hiszen ez idáig nem jelezte nevét sem utca, sem közterület vagy intézmény. Nekünk, városvezetőknek, valamint a helyi polgári társadalomnak kötelességünk a történelmünket, a hagyományainkat megismerni és megőrizni. Példaként állítani az utókor számára. Baktaló rendháza szerepe, fekvése, történelme, keresztény magyar kultúrája arra kötelez bennünket, hogy folytassuk az erődök munkáját. Gróf Károlyi Gyula egyszerre volt politikus, államférfi katona egy zivataros időszakban, hangzott el a beszédekben. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt emelte ki, hogy a volt miniszterelnök tetteit nem a hatalmi ambíciók motiválták. Megmutatta azt, hogy ő képes a kommunista rémuralom ellen a gyakorlatban is megnyilatkozni, ellenkormányt képes hozni. Tehát ez az ember megérdemli azt a tiszteletet, azt a kegyeletet, azt a méltó emlékezést, amit ma önök megszerveztek neki. A József András Múzeum címzetes igazgatója úgy fogalmazott, Károlyi Gyula szürke eminenciása volt korának, és személyes tulajdonságait méltatta. Életre szóló mély barátság kötötte a kormányzóhoz. A kormányzó mindig számított az ő tapasztalatára, tanácsaira, és általában az utókor szerint úgy látjuk, hogy jó tanácsokat adott a kormányzónak azokban a helyzetekben, amikor nehéz döntése került volt. Tehát az a fajta tartása, az a fajta tisztességes életvitele, az lehet a követendő példa az elkövetkező korokban, és tulajdonképpen sokszor úgy is kellene élni, ahogy ő élt, mindenféle hívságoktól mentesen. A térség országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy egy a választókerület 44 települése lakosai életminőségének javítását szolgáló tervet dolgozta ki a közelmúltban, amely az egykori politikus nevét viseli. Sok minden mellett a helyi foglalkoztatást, a mezőgazdaságból élő problémák megoldását tűzte ki célul, írta le programjában, és jelentem, ez a program idén január 15-én miniszterelnök úr kezébe is eljutott, és jelen pillanatban dolgozunk azon, hogy hogy lehet belőle egy mintaprogramot csinálni, és mi itt Szatmárban egy ilyen neves ős nevében hogyan tudunk hozzá méltóan. Nem csak emléktábla őrzi mostantól Károlyi Gyula nevét Baktaló rendházán, a Kastély Múzeum parkjában egy róla elkeresztelt emlékházat is átadtak. A volt cselédházból 50 millió forint topos forrásból kialakított épületben, korabeli újságok, relikviák, személyes tárgyak mellett a gróf ruhás szekrénye, sőt, viaszból készült élethűmása is megtekinthető.